Újra itt. Nagyon köszönöm, hogy ma is velem tartanak. Üdvözlök minden kedves nézőt. Szoktak rendelni online? Böngészik a hirdetési oldalakat? Érezték már a jóleső borzongást ágyban heverészve, mikor rákattintottak az okéra? Ugye milyen pazar és praktikus? Következő jelenetünk szereplői egy idős házaspár nem így gondolja. Vásárlásukhoz elengedhetetlen a kézzel fogható valóság. A régi beidegződésekből jottányit sem engednek, még akkor sem, ha ez másoknak nem tetszik. Majoros Sándor Régi módi vásárlás című műve vérbeli kabaré jelenet. Ránk fér egy kis nevetés, igaz? Pribák urat és feleségét Tahi József és Tóth Éva kelti életre, talán szabad megsugnom, ők az életben is egy házaspár. A szomszéd szerepében Pavletics Bélát, a közös képviselő szerepében pedig Szurcsik Ádámot tekinthetik meg. A jelenetet a szarkasztikus humorú Fillár István rendezte. Tartsanak velünk, kövessék az előadásokat és adják le szavazataikat az önöknek legjobban tetsző jelenetre. Ne felejtsék, a jelenetek akár többször is visszanézhetők a Színház Facebook oldalán. Legközelebb március 9-én kedden találkozunk 19 órakor ugyanitt. Nézzenek oda, újabb kedvezmény. Ez már a harmadik a héten. Most mit kapunk olcsóban, édes Lajosom? Gyémánt karkötőt, Margitkám, minden második után 5% engedmény. De csak nyugdíjasoknak. Még az előzőeket sem használtuk ki. A világkori útra, meg a napeleves rollerra gondolsz? Nem. A bébi kengurúra. 20% nyugdíjas bónusszal fogadhattuk volna örökbe, virtuálisan. De az regisztrálni kellett volna magunkat az interneten, de tudod, hogy attól én írtózom. Tudom, Lajos, már persze, hogy tudom, de én ilyennek szeretlek. Várunk valakit? Csak nem megint a pénzes postás. Mostanában havonta háromszor hozza a nyugdíjat. De ez már a negyedik lenne. Hová fenébe lehetne ennyi pénzt elkölteni? Ha megyek, megnézem. Jó napot, Pribák úr! Jó napot, Pribák úr! Jó napot, Pribákné! Jó napot, Pribákné! Remélem, nem zavarunk. Remélem, nem zavarunk. Maguk? Jöjjenek be, ha már itt vannak. Jó napot, Pribákné! Jó napot, Pribákné! Jó napot, Pribák úr! Jó napot, Pribák úr! Mit tehetünk a közjó érdekében? Egy rendkívüli közös költségbefizetés esetleg, de nagyon szívesen. Ugyan, Pribák úr! Ebben a hónapban már háromszor fizetett be Viszmajort, ami mellesleg nem is csoda, hiszen a lakóközösségben maguk az egyedüli nyugdíjasok, vagyis a leggazdagabbak. Na és nem lehet mindenki közgazdász, meg marketing menedzser, maga meg valami tanárféleség, ha jól tudom. Na, csak hallgasson! Most nem a pénzről van szó. Jaj. Rosszat sejtek, csak nem adni akarnak valamit. Hallod, Margitkám, a közös képviselő úr, meg ez a smuci, slavács szomszéd ismét adakozni próbálnak. Nem, erről szó sem lehet. Vagy mi fizetünk, vagy menjenek Isten hírével. Úgy van, fizetünk, vagy viszontlátásra. Ugyan, drága Pribákék, eszünk ágában sincs megajándékozni önöket. Ha rajtunk múlna, szemrebben és nélkül emelnénk a közös költséget, mint a járvány előtt. Azok voltak a szép idők. Aj. Egészen daliás idők voltak. Hemzsegtek a nyugdíjasok, és mindegyik kesergett. Öröm volt ellátni fölöttük a közös képviseletet. Bökjék már ki, hogy mit akarnak. Az a helyzet, hogy nekünk erről beszélni így hölgy társaságban elég kellemetlen.
bár a világ felé mi is ezt a modern LMBTQ dumát nyomjuk, de hát azért belül mégis csak férfiak vagyunk. Ugye, Kovicsek? Belül igen. Jó, értem már. A felnőtt tartalmakról van szó, amit mi nyugdíjasok az interneten ingyen kapunk. Nagyon sajnálom, hogy lefoglaltam az egész sávszélességet. A fene se gondolta volna, hogy azt a bögyös malálymacát ilyen macerás lesz letölteni. 4K-s volt, az Isten adta. Nem az a baj, drága Pribák úr, és kérem, ezt ne vegye sértésnek, de elterjedt a lakók között, hogy maga továbbra sem akar a neten vásárolni. Hát ez így igaz. Tehát nem tagadja? Miért tagadnám? Ez a tőről metszett igazság, de szeretünk boltban vásárolni. Már meg ne haragudjon, kedves Pribák úr, de mi szüksége van erre? Amit a neten rendel, azt semmi perc alatt ide szállítják magának a kifutófi. Meg a kifutó leányok? Nem kényelmesebb így magának? Nem a kényelmesebb van szó. Én és a feleségem szeretünk boltba járni. Tapogatni. Tapogatni? Igen, az árult. Nézegetni, forgatgatni, megfogdosni. Vagy úgy. Amit a neten rendelünk, azt nem tapogathatjuk meg. Nem igaz, Margitkám? Így van. Hiába vettük meg azt a virtuális 3D szemüveget, meg akartam vele fogni a káposztát. Hát csak a nagy semmit markoltam. Azt is megpróbáltuk, hogy oda tartottam a fejemet. De az túl nagy volt. Aztán meg magyarót vettük, akkor is oda tartottuk valamit, de meg túl kicsi volt, úgyhogy fogtuk, és a szemüveget kidobtuk a kukába. Ezért hát mi bizony boltba járugatunk. Szépen, kettecskén. Minden világos, kedves Pribákné. És ezzel nem is lenne baj, csak hát itt van ez a verseny. Miféle verseny? Versenyben vagyunk a Csak Internetes Társasház, azaz a CSIT címért. Erről én nem is tudtam. Már egy hónapja kiplakátoltuk a lépcsőházban. Nagyon szépen haladunk. Már az egész lakóközösség interneten vásárol. Házhozszállítással. Kivéve magukat. Tegnap is pezsgőt. Pezsgőt? Meg kaviárt cipeltek haza. Kaviár. Teszkos szatyorban. Hát a pezsgővel meg a kaviárral van bajuk. Hajlandó vagyok dupla közös költséget fizetni, csak hagyjanak már békén. Kedves Pribák úr, a pezsgő meg a kaviár az teljesen mellékes. Az elva fontos. Mennyit élt ön a kommunizmusban? Alig néhány évtizedet. Hát akkor tudnia kell, hogy elvek nélkül nincs rendszer, rendszer nélkül nincs napszer, ami végső soron a világ megsemmisüléséhez vezet. Gondoljon a kommunizmusra! Másra se tudok gondolni. Na, azért ez egy kicsit túlzás. Margitám, mit szólsz ehhez? Azt, Lajosom, hogy én megmondtam. A pezsgő meg a kaviár még belefér, de a Tesco szatyor már túlzás. Elvégre mindketten nyugdíjasok vagyunk. Fel kellett volna vállalnunk a krokodilbőr Gucci kerekeskocsit, úgy, mint a sorstársaink. Akkor vegyük ezt megbánásnak? Vegyék, aminek akarják, csak ne akarják azt, hogy mi is interneten rendeljük meg a napi betevőnket. Pedig éppen ez az, amit megkövetel önöktől a hazaháza. Egészen pontosan a társasháza. Ha fölhagynak ezzel a... Már megbocsássanak, hóbortyukkal. És csatlakoznak a kollektívához, megkapjuk a garantáltan netes közösségtáblát. És azzal meg mire mennek? Nem mire, drága Pribák úr, hanem hová? Hát hová megyünk? Hová? Hová? Egyenesen a mennyeknek országába. Az a tábla számos előnyt jelent a társasházunkra nézvést. Visszatérnek a szomszédolások, a közös kávézgatások, vasárnaponként is napszerezések a körfolyosón. Az ugyan nem, de kapunk 2% bónuszt a kiszállítóktól.
tudom, maguknak, nyugdíjasoknak nem sokat számít, mert maguknak a bőrük alatt is pénz van, de hát mi a kicsit is megbecsüljük. Nem beszélve a messzebbre ható következményekről. Na, most már aztán végképp nem értek semmit. Rendben van, hogy a szomszédságnak nem tetszik, hogy mi az internetes vásárlás területén egy fehér folt vagyunk, de hogy ez messzebbre is elsugároz, hát ez erősen kétlem. Igazad van, Lajosom. Mi is látjuk, hogy a fiatalok rossz szemmel néznek ránk, amikor luxus cikkeket cipelünk a cekkerünkben, meg a kabriónkkal elfogjuk előlük a parkolóhelyet, de ez számunkra kötelező. Mármint, hogy drága kocsit hajtsunk, és ott parkoljunk, ahol akarunk. Ezt írja elő a nyugdíjasok különleges jogállásáról szóló 2021-es többszörösen módosított törvény. Az előző szintén többszörösen módosított 2020-as nyugdíjtörvénye egységes szerkezetben. Amit a köztársasági elnök is ellenjegyzett. Nem beszélve az Európai Parlamentről, akik meg kifejezetten újjongva fogadták. Hát igen, éppen ez az a törvény. Maguk ugyebár nyugdíjasok. A járvány után megmaradt utolsó mohikánok, akiket törvények egész sorfala védelmez a normális élet. Mindenki maguknak hízeleg, ami nem lenne baj, hogyha... Hogyha? Hogyha nem kellene egy egész régi módi bolthálózatot nyitva tartani maguk miatt. Hát csak nem. Hát én azt hittem, hogy ez a vadonatúj szupermarket, ahova vásárolni járunk, hogy az valódi. Van ott minden áru feltöltő, pénztáros, ideges üzletvezető. Most, hogy így mondja, nekem mindig is gyanús volt, hogy csak mi ketten lézengünk a polcok között. Nekem egyáltalán nem volt gyanús. Nagyon lassú mostanában az ügyintézés. Főleg mióta a bürokrácia fölköltözött az internetre. Jól mondod, Lajosom. Ami hivatalos, az nem mindig nyilvános. Ami meg nyilvános, az nem mindig hivatalos. Mégis mire gondol, drága Pripátné? Arra gondolok, kedves szomszédom, hogy véletlenül meghagyták a nyugdíjasok vásárlási sávját. Ezért nem meglepő, hogy rajtunk kívül senki sincs a szupermarketben. Magam is megfeledkezem néha arról, hogy egyszer már bejelentettem a közös költség emelését. Hiába. A közös képviselő is csak ember. Most egy kicsit esztellem magam. Az ember legyen szerény, még a nyugdíjas is. Akinek a közhiedelem szerint pénz van még a bőre alatt is. Akkor vehetjük úgy, hogy számíthatunk a segítségükre? Igenis, meg nem is. De mostantól nem itt a közelben vásárolunk, hanem elutazunk vidékre. Hát, ha az agglomerációt is fel tudjuk lendíteni.